amikor az emberek úgy próbálják úgy elfogadni, meg próbálják úgy próbálnak viselkedni. Van tudomásom olyan gyerekről, mondjuk dános gyerekről, akit a szülei csak éjszaka sétáltatnak. Úgy látom, hogy pont a fiatalabbak, tehát mondjuk az ilyen középiskolás korig, és az idősebbek, a, nem tudom, ilyen 60 év feletti korosztály, azok például teljesen elfogadják, tehát ott szinte semmi gond nincs. A kettő között vannak problémák. Sziasztok! A mai adásban két speciális vendég, Makranci Zalán és Élő Fruzsi, akikben az a közös, hogy van mindkettőjüknek egy speciális igényű gyerekük, Zalánnak a Benji, aki Down-szindrómás, a Fruzsinak a Jancsi, aki halmozottan sérült, vagy nem is tudom, hogy mondják a szépen, de ezt velük megbeszéljük, hogy ez hogy is van, miért is van, ki mit gondol. Ti nem ismeritek egymást, kezdjük azzal, de van valami közös bennetek. És úgy kezdeném ezt a beszélgetést és ismerkedést, hogy egy kérdéssel, hogy csodagyerekhez kell csodaszülő? Hűha, szerintem ez a beszélgetés vége lesz, nem? Tehát egy rögtön az elején így hát megkérdezni egy ilyet. Igen. Eleve sokkal visszább kell szerintem menni. Tehát, addig a pillanatig kell visszamenni, amikor egyszer csak kiderül, hogy az embernek van egy speciális igényű gyereke. És hogy akkor ott mit gondol, mit érez, mi történik benne, és aztán onnan hogyan halad tovább a történet. Tehát szerintem valóban innen lenne érdemes megközelíteni, mert akkor fel lehet így egy rendszert építeni. Én legalábbis azt gondolom, mert nem egyszerűbb úgy beszélni erről, hogy amikor túl van az ember az első ijegységen, igen, hogy most Atya Úristen, most mi lesz? Természetesen összeszarja magát, természetesen az van, hogy felmerül az, hogy miért kaptam én ezt a büntetést, végigmegy azon, hogy de tulajdonképpen ez lehet, hogy nem is büntetés, akkor ez egy feladat, akkor ezeken úgy szépen végigmegy, és aztán hogy ezt így elengedi. Egyébként szerintem ebben rejlik a specialitása egy ilyen szülőnek, hogy ő neki ezen át kell mennie, és egy ilyen átmenés azért az nagyon megformálja az embert. Hát azért, igen. Hány éves neked most a Jancsi? 12. Neked meg? 2,5. 2,5? Na, akkor... Én már régi motoros vagyok ebben a világban. Igen, hogy nem tudom, valahogy hogy olyan... Azért nehéz erről beszélni, mert tehát kb. Ahány probléma felmerül, annyi féle megoldás van, és gyakorlatilag ahány gyerek van, szintén annyi féle megoldás van. Túl van az ember ezen az egészen, vagy valahogy túl kerül, és akkor ilyen, nem tudom, elkezdi feltérképezni, hogy akkor mik a lehetőségek, mit lehet tenni. Mert valamit csak lehet csinálni, vagy nem tudom, hogy... Aha. És akkor az ember így megy, és szerintem mindenkinek lesz egy ilyen szépen lassan az évek alatt így kicsiszolódik valami rendszer, ami szerint él, és neki az válik be. Most így leginkább arról beszélsz, hogy így a saját gyerekeddel az ő fejlődését most hogyan tudod segíteni? Most inkább egy erről beszéltem. Mert mindenkinek a kisbabával az a feladat, hogy fejleszed, nem? Persze. Nem tudom, hogy volt-e olyan nektek, hogy ilyen mondatok így megragadnak, és akkor így beülnek az ember fejébe. És ez meg tud történni negatívan is, meg pozitívan is. És hogy nekünk van egy nagyon kedves ismerősünk, aki gyerekekkel foglalkozik, és akkor ő volt, aki felhívta a figyelmünket arra, hogy a negatív mondatokat, azokat törölni kell, mert hogy az a villám gyorsan tele tud lenni az ember feje, és akkor megfullad. Aha, de azért foglalkozni kell vele, mert valamiért feljön, nem? Vagy az így... Hát az van, hogy azok a negatív gondolatok, amiket mástól kap az ember, vagy negatív mondatok, azokat mindenképpen törölni kell. Ami benne van, az persze, azt meg kell oldani, azok kell kezdeni valamit, de hogy az nagyon káros tud lenni, hogyha az ember meghal bizonyos mondatokat, és azok úgy beülnek ide. Mondjam már példát. Például most azt mondom neked, hogy tehát például a Benji-nek azt mondták, hogy és akkor ő tartósan középsős értelmi fogyatékos lesz. És akkor így álltunk, hogy egy, ez mit jelent, igen. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy tehát ráadásul a Down-szindrómánál, mert ugye a Benji Down-os,
abszolút nem lehet tudni, hogy mi lesz, hogy lesz. Tehát, hogy ezer kifutása lehet a dolgoknak, és akkor elkezdtünk utána menni, hogy jó, de akkor mi az, amit biztosan tudunk? És egyszer csak kiderült, hogy tulajdonképpen semmit nem tudunk biztosan. A Jancsi koraszület volt nagyon, úgyhogy ott aztán minden benne volt a pakliban, tehát mi ott élet-halál harcot vívtunk, és gyakorlatilag azzal voltunk elfoglalva, és csak egy ponton jött el, hogy akkor neki megsérült nagyon súlyosan az agya, tehát akkor hát tragédia, katasztrófa, minden rossz lesz. Ez volt. És akkor tényleg úgy mutogatták, hogy nézzék, ez a kép itt az agya, nagy sötét, hogy azt éreztük, hogy hát akkor ebből most így hogy lehet jól kijönni. És akkor egyszer csak így elkezdtem lázadni, hogy most akkor engem most már mindig csak sajnálni kell, meg így minket, nekünk most már minden csak rossz lehet, ez így akkor el van döntve, hogy a mi életünk egy ilyen sötét szobában fog zajlani sírva, és akkor azt mondom, tehát hogy nem már, hát ennek már a gondolata is nagyon nyomasztó, főleg ott így egy ilyen gyerek mellett állva, és akkor így elkezdtem elképzelni, hogy nem, hát akkor majd mi úgy leszünk boldogok, majd megoldjuk, majd úgy csináljuk jól. És akkor elkezdtem nem figyelni erre, hogy mit mondanak, hogy akkor nekünk majd jó lesz máshogy. És nekünk jó lett máshogy. Az van, hogy vannak ilyen standard mondatok, amiket az egyik betegségnél ez a standard mondat, a másik betegségnél az a standard mondat. Nálunk például az egyik standard mondat az, hogy előbb-utóbb kinyílik az olló. Mi? Sziátok, hogy milyen olló? Ki akar itt hajat vágni, vagy mi történik? Mit jelent? És ez azt jelenti, hogy hát még a kezdetén úgy néz ki, mintha minden rendben lenne, aztán előbb-utóbb kiderül, hogy még sincs minden rendben. Tehát, hogy majd egyre több dolgot nem fog tudni csinálni. Csak ezt, hogy ez így nagyon félelmetesen hangzik, és akkor azt mondták, hogy kinyílik ez az olló. És akkor mondtuk, hogy nincs olló. Nincs kanál, nincs olló, nincs. Tehát, hogy ezt nem szeretnénk. Eljutottunk egy helyre például, most direkt az ellenkező oldalt mondom, ahonnan viszont egy olyan mondatot kaptunk, amit így zászlóra vagy fel szeretnék hímezni, és lobogtatnám. És ez a következő mondat, ezt egy Feuerstein nevű agykutató professzor mondta, van is egy ilyen könyv, ez a cím, hogy ha szereted, nem fogadod el. És hogy arról szól a könyv, nem arról, hogy a gyereket nem fogadod el, hanem azt, hogy amit mondanak róla, hogy mi lehet belőle. Hogy azt mondod, hogy biztos, hogy nem, azt majd én tudom. És ez a fazon foglalkozott például izraeli katonákkal, akiknek előtték a fél agyát, megvizsgáltuk, és mondta, hogy jó, akkor két év múlva ez a vegetáló ember, ez írni, olvasni fog, és lesz munkája, és mondták, hogy hát biztos, hogy nem lesz. Mondta, hogy de, lesz. És elvitte, foglalkozott vele két éven keresztül, és hogy azt mondta, hogy az emberi agy az annyira csodálatos, hogyha valamelyik része megsérül, akkor át lehet húzalozni a dolgokat, és már pedig igen, és azt lehet mondani, hogy akkor amit eddig az agynak ez a része csinált, akkor most az a része fogja csinálni, és meg lehet tanítani neki. És hogy ez egy létező módszer, és akkor mondtuk, hogy ez tetszik, ez jó, igen. És akkor ez egy például ilyen tök jó mondat, amit így beültettünk a fejünkbe, hogy ha szereted, nem fogadod el. Igen, meg egyébként, tehát még hogyha a végén nem is sikerül áthúzalozni, mint hogy nekünk se sikerül, de amikor elmondják, hogy ilyen meg olyan rossz lesz, akkor ott elkezdesz fuldokolni, és nem tudsz mit csinálni. De nem lett olyan rossz. De hogyha kap, de tehát igazából, ha így objektíve leírom a gyerekemet, ezt tudja, ezt nem tudja, ezt kell vele csinálni, ha ezt így objektíve megnézem, tehát hogy gyakorlatilag ezt mondták, de az egészből kimaradt az ember, a szeretet, ami viszont olyan szinten színezi át ezt az egészet, hogy rá sem ismer. Igen. És hogy akkor viszont azon a ponton arra a reményre van szükséged, hogy de vannak csodák, meg át lehet húzalozni, és akkor jó, ha nem, akkor nem, de belenősz, mindeközben csinálod a dolgot, belenősz a feladatba, és annyira szereted azt a gyereket, hogy utána már tök mindegy, hogy nem tud járni, nem tud beszélni, még enni se tud, és még csolog a nyála is, és de hogy közben meg annyira szeretett, és olyan cuki, és ő is annyira igen. szeret, hogy amik így le vannak írva egy listán, hogy ilyen egy fogyatékkal élő, súlyos fogyatékkal élő gyermek, akkor az tényleg más színű lesz a szeretet
fényében. De komolyan. De igen, csak erről a szeretetről is olyan nagyon furcsa dolog beszél, mert ugye az ember egyből valami keresztény mázra gondol, de közben hozzáteszem, tehát hogy egyébként eredetileg ott is valami ilyesmiről van szó. Csak aztán itt rápakolódott mindenféle dolog, de ez a feltétel nélküli szeretet, ez egy létező dolog. Mit gondoltak, hogy az emberek tudnak, hogy viszonyulni hozzátok, és nem is csak a gyerekekhez, vagy félnek az emberek, hogy így, érted? Hogy így... Rettegnek, persze, mindenki retteg, tehát ez nem kérdés. De így tőled is, nem? Vagy így, nem, hogy nem, tehát a miénk azért az egy teljesen speciális helyzet, mert adva van egy család, aki mondjuk úgy viszonylag ismert család, és akkor az emberek úgy próbálják úgy elfogadni, meg próbálják úgy próbálnak viselkedni. Tehát ugye ez egy részről más helyzet. Igen. De abszolút van tudomásom olyan gyerekről, mondjuk dános gyerekről, akit a szülei csak éjszaka sétáltatnak. Ez elég bénítóan hangzik. Igen. És vidéken ez egy létező dolog. És egyébként ezért iszonyú fontos, hogy a társadalomnak milyen kép él a fejében a fogyatékkal élő emberekről, igen, mert nagyon meghatározza azt, hogy az ember magához hogy áll, meg a gyerekéhez hogy áll. Tehát, hogyha egy olyan közegben történik, ahol így újjal mutogatnak rá, hogy az ördöggel hátál, és azért született ilyen gyereket, akkor te rettentesen érzed magad, és nem mersz kilépni. Hogyha egy ilyen nagyon elfogadó, nem tudom, norvég közegben vagy, ahol minden sarkon elmegy egy motoros székes ember, és tudjuk, hogy ők is része a világnak, és adott esetben még tanít is valaki kerekes székben, és három dalnos ovistársad van, akkor hogyha születik egy folyatékos gyereked, akkor nem készülsz annyira ki, mert tudod, hogy oké, meg lesz a helye a világban, gondoskodnak rólunk, nem fognak kiutálni, tehát hogy nekem például szerintem az segített abban, hogy ezt az egészet elfogadjam, hogy én rendkívül elfogadó családból származom. És hogyha valaki újjal mutogatna ránk, hogy nye-nye-nye, akkor azt mondanám, hogy kit érdekelsz. De hogyha valaki nem tapasztalja ezt a nyitottságot, sokkal jobban fáj neki. Ha megnézünk egy 20 évvel ezelőtti, mondjuk most 20 éves felnőtt embert, aki nem tudom, tényleg bármi lehet, deréktől lefelé meg van bénulva, vagy nem hal, vagy downos, vagy bármi történik, egy teljesen más állapotban van, mint aki mondjuk ma kerül be ebbe az egész fejlesztő rendszerbe, ez az egyik része, és ezt mondjuk nagyban lehet köszönni a Cezel Barbarának, aki például elérte azt, hogy 2 éves kor előtt nem raknak rá a gyerekre egy bélyeget. És azért szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem az van, hogy egy gyerek megszületik, és aztán 2 éven keresztül nem azt kapja, hogy te vagy a nyomi, a fogyi, a nem tudom, hanem az van, hogy nem. Tehát még itt bármi történhet. Uh-huh. És ez például a Barbarának köszönhető. Barbarának nagyon sok minden köszönhető. Létrehozta ezt az egész korai fejlesztést Magyarországon. És egy országos lefedettségű rendszert akar. Ami azt jelenti, hogy a gyerekek bekerülnek, tehát akinél látod, hogy van valami kis eltérés, nagyon hamar bekerül, nagyon hamar elkezdik fejleszteni, a családok nagyon hamar egy ilyen védőhálót kapnak. Gyakorlatilag igen. És hát nyilván az első pár évnek nagyon nagy jelentősége van. Sőt, tulajdonképpen ő azt mondja, hogy annak van a legnagyobb jelentősége, hogy az első pár éve, hogy viszonyul az ember a saját gyerekéhez, a világ ahhoz a gyerekhez. Igen. És hogyha egy olyan támogató környezetbe tud kerülni a gyerek ott rögtön a legelején, az alapoktól, akkor tulajdonképpen csodák is történhetnek. Van elég állami, vagy nem állami, vagy magán, vagy információ, van elég támogatás, amihez hozzá lehet férni? Így nem tudom, terápiától kezdve, nem tudom mi, hogy a családoknak, meg a gyerekeknek maguknak. Rengeteg minden van, csak nem mindenkinek hozzáférhető. És nincs összehangolva, tehát nem az olyan, hogy te mondjuk kimész a kórházból az ilyen olyan, amilyen gyereked, és akkor megvan az út, hogy merre fogsz elindulni. Ha mondjuk van olyan szerencséd, és eljutsz egy ilyen korai fejlesztőbe a területeden, ahol laksz, akkor azért szerencsés, mert ott többféle terápiát alkalmaznak. Egyébként, és ők összehangolják. Mondjuk a kórházban azt mondják, hogy Katona Torna, menj el, tanuld be, csináld a gyerekeddel otthon. És hogy például, ha nincs Barbara, akkor én mondjuk elindulok ezen az úton, ami egy sokkal katonásabb dolog, és egy ilyen törékeny, még csak most kikerült a kórházból, életét épp csak túlélt gyerekkel elkezdek így tornázni,
Hát az nem biztos, hogy célra vezető. Én mind a ketten valamennyire próbáltok egy ilyen érzékenyítést is a világ felé mutatni, tanítani, nem? Azt tudom, hogy az egy sima egyfordítottal, most ráadásul mesélsz arról, hogy pontosan mit csináltok egy iskolával, hogy ezt így miért és hogyan így összefoglalod? Bocsánat. Igen. Hát kitaláltuk ezt az egy sima egyfordított egyesületet. Először még onnan indultunk, hogy játszótéri eszközöket akartunk létrehozni, amin sima és fordított, sima és PC gyerekek tudnak együtt játszani, és aztán rájöttünk, hogy hát egy eszköz nem elég, tehát muszáj edukálni a népet, és akkor most járunk iskolákba, egyrészt érzékenyítő órákat tartunk, ahol kipróbálják, hogy milyen kerekes székezni, milyen bekötött szemmel dolgokat csinálni, milyen szavak nélkül kell kommunikálniuk, szóval így ilyen élmény alapú érzékenyítés van, és akkor olyan is van, hogy összehozunk két gyerekcsoportot, simát fordítottat, és akkor együtt játszanak. És most a két fiam iskoláját mixeltem így össze, és ők szoktak most két hetente találkozni egymással. A nagyon-nagyon spéci gyerekek, mint a Jancs, és a teljesen sima kis túlpörgött iskolások. És egyébként tök jó hatással vannak egymásra. Vannak kihívások ebben a helyzetben, abszolút. Tehát ez most még egy ilyen kísérlet. Hogy lehet. De nagyon jó látni. És hogy ezek a gyerekek ebből szerintem már most rengeteget tanultak. De hogy szerintem a legeslegfontosabb, hogyha egy ember, akinek más igényei vannak, más, hogy tudja megcsinálni azt, amit te könnyen, akkor egyszerűen csak nyíltan kommunikáljunk. Figyelj, segítsek? Hogy segíthetek? Segíts, hogy segítsek. És akkor megbeszéljük, és nem az van, hogy így odébb megyek, félre, nem tudok. Tehát, hogy olyan kínban tudunk lenni, hogy jaj, ő máshogy néz ki, máshogy működik, fura, inkább elmegyek. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy látja a világ azt, amit ti láttok. Ti egyértelműen szépnek látjátok a tőletek született babát, akármilyen más, mint amit a társadalom ismer. Hogy látjátok, hogy a világ, a külvilág, hogy látja azt, amit ti szépnek, vagy így ilyen speckónak láttok? Szintén mi egy könnyebb helyzetben vagyunk, mert a dánosok azok, akikre azt szokták mondani, hogy hát ők azok, akik jó, hát kicsit olyan fogyik, de cserébe ölelgetnek mindenkit. És akkor ők olyan cukik. Na most ez a Benji-re mondjuk így ilyen szempontból nem igaz, az biztos, hogy elképesztően cuki és nagyon kommunikatív, és ő mindenkivel próbál kapcsolódni. És mivel ő még pici, ezért az emberek úgy nem nagyon tudják kivonni magukat a hatásáról, és akkor mindenkire vigyorog, meg dobálja a puszikat. Ez nagyon jó fej. És én úgy látom, hogy pont a fiatalabbak, tehát mondjuk az ilyen középiskolás korig, és az idősebbek, az nem tudom, ilyen 60 év feletti korosztály, azok például teljesen elfogadják. Tehát ott szinte semmi gond nincs. A kettő között vannak problémák. Az agresszió az mindig a félelemből és a nemértésből jön. Igen. És a félelem és a nemértés az előbb-utóbb egy zavart okoz az emberbe, és agresszív lesz a másikkal szemben. Tök jó út, hogyha így az ember elmagyarázza, hogy az én gyerekemnek azért van hosszú feje, mert az én gyerekemnek azért van csíkszeme, mert és akkor az úgy például nagyon tud segíteni. De mondom, az továbbra is hangsúlyoznom kell, hogy ez inkább Budapestre érvényes, tehát hogy vidéken például a szülőknek ezzel sokkal-sokkal inkább meg kell küzdeni, és sokkal több problémával találkoznak. Fejezzük be mondjuk azzal, hogy mi volt a legcukibb dolog, amit a Benjamin csinált mondjuk ebben a hétben neked. Legcukibb. Vagy új, vagy legcukibb, vagy ilyen megmaradt a fejedbe. Most kezd el úgy beszélni, és elkezd szavakat használni, és vannak előszeretettel, tehát ő például csinálja azt, hogy ha ülünk az asztalon, akkor felsorolja, hogy ki ül ott. És akkor próbál, mert mi folyamatosan beszélünk, tehát nálunk mindenki beszédkényszeres a családban, és ezt a Benji is megörökölte valamilyen szint, és ő is próbál kommunikálni, és akkor, hogyha azt akar, hogy a figyelem az így ráterelődjön, akkor elkezdi felsorolni, hogy ki ül az asztalnál, és akkor mondja, hogy mama, papa, anya, apa, babó, baba, üti magát, és akkor mindenki ráfigyel, és akkor mindig csinál valami olyasmit, hogy és akkor így állunk, és akkor mindig kiasztja, hogy apa,
És akkor nekem is ott kell. Kell csinálom, igen, és egészen addig tolja, amíg az egész család nem ül az asztal körül így, hogy... Karmester. Igen, karmester. Na és a Jancsi, mit mond, ő mondani szokott néha ilyen nagyon jókat, és ő mit csinált, ami a legemlékezetesebb dolog itt a héten? Szerintem a héten? Az, hogy a Jancsi általában ilyen hangokon szokott röhögni. Tüsszentés, tépőzár, tehát ilyeneken kanalak. Nagyon tud nevetni, kanalak csörgése. Meg azon, ha mi nevetünk, tehát azt így nagyon átveszi. De az volt, hogy így éppen a konyhában voltam, és meg szoktam vele szagoltatni a dolgokat, és egy káposztát így az orra alá dugtam, a Jancsi szagolt meg, és megpuszírta a káposztát. És mondtam, hogy Jancsi, te megpuszítod a káposztát. És annyira elkezdett ezen röhögni, és hogy akkor éreztem, hogy úristen, most valami röhögünk, nem egy hangon, nem egy hangulat, hanem egy most újra, ez egy poén volt. Igen, hogy ja, mekkora hülyeséget csináltam, és hogy annyira tudok örülni ilyen kis pici hülyeségeknek, hogy hát jó, de ezektől most, lesz extrán, tényleg speciális az őszintén, élet. Őszintén, mintha felállt volna és elfutott volna, aztán el sem tudom képzelni, úgyhogy ilyenekre nem is gondolok, de ezt, hogy együtt röhögtünk valami, ez fantasztikus élmény volt. Igen. Na, hát akkor így röhögjünk és örüljünk egymásnak. Elfogadással, szeretettel és így. És így. És így. Köszönöm szépen. Ezért nem jártam soha játszóteret, hanem inkább kialakítottam egy játszóteret otthon, hogy ne hallgassam azt, amit az anyukák egymás között, mert szerintem nyilván van egy oldala, amikor így elgondolkozol, hogy biztos rendben van-e minden, de szerintem csak elbizonytalanítja a szülőt. Én akkor elmesélem egy kicsit, hogy mi miért kezdtünk el dévényezni, mit szólsz hozzá, mert nálunk nem volt beteg egyik gyermek sem. Én azt gondolom, hogy a férfiak nyugodtan legyenek pihentek, mert azt nem bírjuk el. Tehát mi kibírjuk? A mi nyidősek vagyunk, az nagyon gáz. Az szerintem nagyon nem jó senkinek. A műsorszám támogatója a Libero Touch és a Samsung.